Az előadásom fő kérdése az volt, hogy vajon változásra van ítélve az üzleti szakma, és természetesen nem csak az üzleti világ érzi ezeket a változásokat, hanem mindannyian. Az Egyesült Államokban azt vették észre, hogy a diákok, főképpen a középiskolások körében rettenetesen megnőtt azoknak a száma, akik nem tudtak megbirkózni a mentális problémáikkal, amit általában a stressz, illetve a teljesítménykényszer okozott. Először Utah államban, majd Oregonban egy olyan törvényt hoztak, ami engedélyezte a szülők számára, hogy abban az esetben, amikor óriási stressznek vannak kitéve a diákok, elmehessenek 5 nap egy szabadságra, különleges szabadságra, ezt ők Mental Health Day Off-nak nevezték el. Mi különbség van egy amerikai diák meg egy magyar munkavállaló között? Hát szerintem ebben a tekintetben szinte semmi. Ugyanolyan nyomás alatt, ugyanolyan stresszben dolgoznak a kollégák. Érdemes azon elgondolkodni, hogy esetleg ezt az alkalmazást hogyan tudjuk a mi munkánkra, a mi mindennapi életünkre is behozni. Tréning 360 abban tud segíteni, hogy amíg ezek a dolgok nem történnek meg, addig különböző soft skill tréningekkel, például stresszkezeléssel, well-being-gel, egyéb önismereti tréningekkel közelebb hozza a jó megoldáshoz a munkavállalókat. Itt óriási szerepe van a vezetőknek és a mindenkori HR igazgatóknak, HR-eseknek, hogy felismerjék ezt a problémát. Szerencsére nálunk az elmúlt években olyan fejlesztések történtek, amik ezt a megoldást tálcán kínálják nekik. Nagyon hosszú évek óta járom a Himaláját, a nagy hegyeket, és azt tettem észre, hogy vannak bizonyos párhuzamok a hegymászás izgalmas, összetett és szép világa, és a vezetés nyilván izgalmas és összetett világa között. És igazából én el fogom mondani, hogy én milyen belső folyamatokat élek át, amikor valami összetettet csapatban megpróbálok megvalósítani odafönt, és abban reménykedem, hogy bizonyos párhuzamokat vesznek majd észre a hallgatók, és erre rákérdeznek, erről fogunk beszélgetni. Fölfelé vezető út az sohasem ilyen egyenes, sohasem ilyen egyértelmű. Egyrészt kacskaringós, tehát vannak benne hullámvölgyek, nem tudhatjuk, hogy mikor jön a hullámvölgy, nem tudhatjuk, hogy milyen mélyre megyünk le, és nem tudhatjuk, hogy mikor tudunk elindulni megint fölfelé. Másrészt pedig, hogy a hegy ez nem egy olyan közeg, amit uralhatok, hanem ez egy bizonytalan, változékony, kiszámíthatatlan közeg, és a minket körbevevő világ is valami ilyesmi. Változékony, és nekem kell igazodnom a változó világhoz, és nem a változó világot kéne lehoznom a félelmeim szintjére. A coaching a mai világban abban segít, hogy ne legyünk nagyon egyedül, és hogy azt hiszem, hogy mindenkinek van informális coacha, az édesapja, a barátja, a férje, vagy a felesége, vagy a szomszéd, egy jó szomszéd, de hogy az egyen jobb, hogyha ez professzionális keretbe kerül. Van egy közös célunk, az a célunk, hogy én meglépjek egy szintet, hogy én A-ból B-be jussak, hogy megoldjak egy helyzetet, megoldjak egy kapcsolatot, és hogy neki az a felelőssége, hogy ebben engem támogasson. A coaching az kezd egy olyan barátságos átmenet lenni, vagy egy ilyen barátságos keret, amiben nem szégyen elmenni. A legfontosabb célja az lehet ma a coachingoknak, akár egyéni, akár csoportos szinten, hogy az emberek önértékelése megemelkedjen. Mert ha az önbecsülésünk, önértékelésünk erősebb vagy növekszik, akkor sokkal inkább neki tudunk látni annak, amivel dolgunk van. A viharos időben, amiben vagyunk is, meg leszünk is, nagyon fontos, hogy így a saját stabilitásunkat meg tudjuk őrizni. Befelé is, tehát saját magunk felé is, meg a környezetünk felé is. És ebbe egy coaching munka, vagy akár egy csoportos coaching munka, az óriási támasz lehet, egy óriási lehetőség, nem érdemes kihagyni.